Folytatjuk a harmadik félidőt, a Ferencváros együttesével foglalkozunk, majd Elek Gábor együttese óriási sikert ért el, amikor legyőzte idegenben 8 góllal a Buducsnoszt együttesét. Most hétvégén rendezték a visszavágót, már is mutatjuk, hogy hogyan alakult a találkozó, de előtte jöjjön a mai adás kérdése. Hány magyar csapat jutott tovább a férfi és a női kézilabda bajnokok ligájában? 2, 3 vagy pedig mind a 4 csapat? Írják meg nekünk a helyes válaszokat SMS-ben, e-mailen vagy a Facebookon, de az észrevételeik is jöhetnek. Miután az Európai Kézilabda Szövetség csak 3 mérkőzésre engedélyezte az Elek Gyula Aréna használatát a Ferencvárosnak, így tudva levő volt szombaton délután, hogy a Buducsnoszt elleni lesz egy ideig megint az utolsó összecsapás. Nagyon készültünk, és készültek a ferencvárosi lányok is, hiszen a meccs előtt még az első 3 hely bármelyike kinézett nekik. A minimum második helyet azért belőtte a vezetőedző Elek Gábor, és ez össze is jött. Nem matekozunk, nyerni akarunk, szögezte le minden fórumon a montenegrói Buducsnoszt Podgorica elleni népligeti meccs előtt Elek Gábor edző, ami egyből jelezte a csoport bonyolult voltát az utolsó fordulóban. A Fradi győzelme csoport elsőséget, súlyos veresége viszont akár csoport harmadik helyet is jelenthetett volna. Ehhez képest a legrosszabb forgatókönyv szerint indult a meccs. Bulatovics, Neagu és Cvic 8 perc alatt 4 gólt is összehozott, és 4-0-ás hátrányból kellett kezdenie a visszakapaszkodást a zöldeknek. Aztán végre felpörgött a Fradi, és a 15. percre egyenlített, sőt fordított is. Bulatovics, Neagu jön, és a blokkon megpattan a labdára, rátérdel, és megállítja Víró Blanka. Szőlősi Dázsi vezet a Ferencváros 18 perc játék után. Innentől a szünetig fej-fej mellett haladtak a csapatok, mindkét fél sok hibával kézilabdázott, kevés gól esett, így történhetett, hogy össze-vissza 9-8-as vendégvezetésnél vonultak a játékosok az öltözőbe. Fokozatot váltott a Buducsnoszt, elhúzott 3 góllal, de a Fradi makacsul ragadt ellenfelére. Brutális csata alakult ki, Szekeres, Snelder és Mészáros öldöklő csatát vívott a beálló Cvíccsel, a többiek pedig a két világklasszis átlövőt, Bulatovicsot és Neagut igyekeztek hatástalanítani. Minusz 4-nél a Fradi utolsó tartalékait vetette be, 2-re zárkozott, sőt, Jovanovics újra betalált, és már csak egy volt közte. Még 4 másodperc az előnyből, és már csak egyel vezet a Buducsnoszt, Jovanovics pillanatai. Innen azonban nem volt feljebb. Jaukovics 5. gólját is bevágta, ezután pedig hiába zárkózott a Fradi, nem maradt idő az egyenlítésre. FTC Rail Cargo Hungária, Buducsnoszt Podgorica 23-24, a zöldek a csoport második helyén végeztek. A kieséses negyeddöntő szakaszban a Bajnokok Ligája címvédője, a CSM Bukarest következik. Nagyon más mérkőzés volt ez, mint a podgoriszai. Igazából, ha az ember csak a végeredményre néz rá, akkor azt gondolja, jó, de kár, hogy nem jött össze a döntetlen vagy a győzelem. De talán azért összességében nem volt esélye a Ferencvárosnak megnyerni ezt a találkozót, hiszen rengeteget kivesz az a játékosokból, hogyha folyamatosan futni kell az eredmény után. Egyébként Elek Gábor azt mondta a mérkőzés után, hogy elsősorban az döntött a vendégek javára, hogy a meghatározó posztokon jobb teljesítményt nyújtottak a játékosai, míg a hazai csapatban csak Zácsik Sztandrának, illetve Maria Jovanovicsnak ment igazán jól a játék. De azért azt hiszem, hogy nem nagyon kell bánkódnunk a Ferencváros szereplése miatt, mert hogy bravúros és kiváló volt, amit eddig láttunk a csapattól. A csoport második helye pedig tehát a Fradié. Zácsikkal és Jovanovicsal foglalkozunk majd mindjárt, de tényleg az a helyzet, hogy nem esik jól egyetlen csapatnak sem, hogyha otthon kikap, a vége még ráadásul szoros is lett. De egészen őszintén a második félidőben végigüldöző volt a Ferencváros, viszont letesztelhette, hiszen a címvédő Bukaresten játszik majd a Final Fourért, hogy egy igazi nagy csapat ellen, akár otthoni környezetben, akár idegenben mire képes. Ennek talán ez volt a fontosabb része, mint hogy hol végez. Hát nyilván ez inkább ilyen presztízs csata volt, hazai pálya, hazai közönség, jó lenne nyerni. Úgy elmenni ráadásul a nemzetközi szünetre a válogatott játékosoknak, hogy sikerélményük van, azért az gondolom a Kim Rasmussen is örült volna jobban, hogyha úgy jönnek a fradisták, de igazából nem volt úgy tétje a dolognak. Az viszont jól látszott, hogy a Buducsnosznak meg volt tétje, mert meg akarták mutatni, hogy az, ami történt Podgoricában egy pár hete, azért az nem az igazi arca ennek a csapatnak, akit egy picit túl korán szerintem
elkezdtek leírni, hogy most már végük van, mert amit most mutattak, azért az biztató volt már a számukra. Visszajött ugye a kapusuk, aki igencsak jól védett, és a Neagu is bekapcsolta a rakétákat a második fél időre. Úgyhogy hát aki az ellenfelük lesz, az a Larvik, az szerintem ki fog esni. Legyen az akármelyik csapat azt mondtam, is. Hogy azt megverik. Nem biztos, hogy tovább jut a Budućnost, de az biztos, hogy megverik őket, mert ütőképes csapat, hogy így mondjam. És azt se felejtsük el, hogy azért én azt látom, hogy itt a Budućnostnál azért tudják, hogy mit szeretnének. Tehát az Adžić ugye lemondott már a válogatottságról, a válogatott edzői pozícióról, mert megerősítették, és ugye pont a Ferencváros mérkőzése után lemondott, felajánlotta a lemondását, és nem fogadták el, azt mondták, hogy bíznak benne, és tudják, hogy mit akarnak. Tehát azért ez sok mindent elárul egy csapatról, egy hazai mérkőzésen ilyen nagy arányú vereséget szenvednek, és azt mondják, hogy megyünk tovább ezen az úton. Tehát azért ez sok mindent sejtett. Az biztos, hogy Zácsik első félidei produkciója klassz volt, az jó volt látni, hogy most már ugye ez a negyedik mérkőzése, hogy nem csak játszik, de most már gólokkal is segíti a Fradit. A másodikban talán picit elfogyott, az elsőben azért Batonovicsnak négyet el tudott helyezni, és kellett is nagyon, mert Fucsánszkinak nem jöttek a gólok igazán, Jovanovics keveset volt a pályán, sok múlott rajta most megint. Igen, azt hiszem, hogy ami még fontos volt ezen a mérkőzésen, az Elek Gabinak gondolom, hogy ő is majd sokszor még megnézi ezt a mérkőzést, hogy forgatta a játékosait. Most egy picit, mintha más módon cserélgette volna a belső embereket, mint az előző két-három mérkőzésen, ahol úgy eloszlottak a játékidők. Ugye a Pena alig volt a pályán, és érzésem szerint a Jovanovics egy picit későn jött vissza, akkor már nagyon jól játszott, de már nem volt nagyon ideje rá, úgyhogy valószínűleg, hogy ez szintén egy olyan pozitívum ennek a mérkőzésnek, hogy jobban látja a vezetőedző is, hogy kire, milyen időszakban, mennyi időt, milyen összeállításba tudnak játszani, mert azért belülre most van 6 nagyon jó játékosuk, tehát akármilyen formában lehet forgatni a belső embereiket. Igen, és hát ősszel, ugye akkor még sérült Zácsikot és a magát építgető Jovanovicsot nem mondtuk volna a 6-os belső csoportban, mondjuk az első 3-ba tartozónak, és nézzük meg, hogy Jovanovics ugye egykori csapat ellen, igen, már kint is a hírek szerint pipiskedett a lányoknál, és segített őket egy picit a hangulatban jönni Podgoricán, és most a góljaival. Hát igen, neki azért gondolom kell idő, hogy beilleszkedjen ebbe a játékrendszerbe, valamint azért se felejtsük, egy plusz motiváció volt számára saját csapata ellen ugye pályára lépni. Azért ez nagyon sok plusz energiát elindít a játékosokban, amiből eredményesebbek lehetnek. Én nagyon örülök annak, hogy tényleg itt a belső posztokon, mert ugye a női kézilabdázásban azt mondhatjuk, hogy a belső posztokon lévő viszonylag nagy lövőerővel rendelkező játékosok el tudnak dönteni még mindig mérkőzéseket. Férfiaknál az egy kicsit összetettebb a történet, tehát nagyon nagy szükség lesz, azt gondolom, hogy jó Zácsikra, illetve Jovanovicsra a későbbiekben, ugye majd a egyenes kiesés lesz szakaszban. A Ferencváros tehát egy gólos vereséget szenvedett, és a többi eredmény alakulása miatt a csoport második. Mindjárt megmutatjuk, hogy az egyenes kieséses szakaszban a két női csapatunkra milyen ellenfél vár. De előbb jöjjenek ismét a végeredmények elsőként. Íme az egyes csoport, a Ferencváros csoportjában a Vardar Skopje nyerte meg a négy, illetve hát a hatos élén zárt a Vardar, a második a Ferencváros, a harmadik a Budućnost és a negyedik a Metz együttese. Nézzük a kettes csoportot, a Győr társaságát, a Győr tehát az élén zárt, a Larvik a második pozícióban, harmadik a Bukarest és negyedik a Midtjylland. És akkor nézzük, hogy mi a negyedöntő párosítása, Midtjylland-Vardar Skopje mérkőzést rendeznek, a győri Audietóra a Metz csapata vár, még az FTC-re a Bukarest a címvédő, tehát a negyedik párharc pedig a Budućnost-Larvik lesz. Hát eddig azt hiszem, hogy nagyon jól teljesítettek a magyar csapatok, mi pedig várjuk a folytatást, és természetesen minden érdekességről beszámolunk, mindenhol ott leszünk és közvetítünk. Ennyit tehát erről, nagyon szépen köszönjük Borsos Attilának, Juhász Istvánnak és Matusz Krisztiánnak a ma esti közreműködést. Egy rövid reklám következik, aztán pedig jön a spanyol labdarúgó bajnokság, és minden érdekesség a hétvégével kapcsolatban.